A 90. ünnepi könyvhét második napján mutatták be Új Kéri Csaba Sólyom a viharban Gyula 1566-os ostromának regényét. A kötet egyedülálló abból a szempontból, hogy ez az első krónika regény, mely a város és a vár sorsdöntő időszakát dolgozza fel. A szigetvári származású író már gyermekkorában érdeklődött a történelem iránt. Elárulta, otthonuk ablaka éppen a várra nézett, sokszor megmászta a falakat, játszott az udvaron gyermekkorában. Így nem véletlen, hogy később trilógiát írt Szigetvár ostromáról, mellyel szinte egy időben 1566-ban zajlott a gyulai vár megszállása is. Éppen ezért ikerregénynek tekinthetjük a most megjelent Sólyom a viharban kötettel, árulta el Hóvári János történész nagykövet. Nagy szerepe volt abban, hogy Új Kéri Csabát rábeszéljem, hogy Szigetvár 1566 ostroma után írja meg Gyula ostromának a történetét, hiszen ez egy ikertörténet. Ugyanaz a két hasonló lelkületű embernek a küzdelme, a helytállása a hatalmas túlerővel szemben, az egyiknek az emléke sokkal jobban megőrződött, és hősként tekintenek rá, a másikra egyesek azt mondták, hogy áruló volt. Új Kéri Csaba több mint két éven át tartó gyűjtőmunkájának eredménye a történelmi hitelességgel megírt regény. A szerző kiemelte, a könyv krónika regény, tehát minden ostromcselekmény a nevek kétharmada megegyezik a valós adatokkal. Viszont szükségszerű volt néhány kitalált karakter cselekményszálat is beépíteni a történetbe a könnyed olvashatóság miatt. Követi a történelmi adatokat, tehát ez nem egy kitaláció. Minden ostrom, minden nép. Persze vannak lírikus szereplők páran, az kell, hogy olvasmányos legyen, tehát nem történelmi eszé ez a könyv, hanem ez egy történelmi regény. A regényességhez kellettek olyan alakok is, akik egyértelműen, kiderül ez az olvasó is, tudni fogja, hogy kik azok, akik valós személyek, és kik azok, akik a fantázia születte. A könyv bemutató során a város története iránt érdeklődőknek lehetőségük nyílt a várostrom és Kerecsényi László várkapitány hősies küzdelmének megismerésére is, hiszen Gyulán zajlott a török kor leghosszabb ideig tartó ostroma.